Ezeken a NAV által készített felvételeken baromfi tartással, tojástermeléssel kapcsolatos üzem látható, a vezetők ellen emelt vádat a Baranya megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt. Az első és másodrendű vádlottak házastársak, rajtuk kívül pedig még további 13 személy ellen szól a vád, akik több mint 2,5 milliárd forintot tettek zsebre. A csirkefarmok tulajdonosai gazdasági társaságokkal, egyéni vállalkozásokkal kerültek üzleti kapcsolatba, melyek önerő hiánya nem tudtak a kiírt uniós és hazai pályázatokon indulni. Ekkor a két vádlott felajánlotta a segítségét, amelynek során többek között például nem létező önerőt különböző fiktív, valótlan banki átutalásokkal, kölcsönügyletekkel teremtették meg, ezáltal a pályázaton indulni tudtak ezek a cégek, illetőleg ezeket el is nyerték. A későbbiek során az elnyert pályázatnak az elszámolása alkalmával is különböző valótlan nyilatkozatokat, valótlan okiratokat nyújtottak be. Itt többek között a technikai eszközöket is jelentős mértékben túlszámlázták, illetőleg olcsóbb eszközöket építettek be, mint ami a pályázati anyagban szerepelt. A vádirati tényállás szerint 12 gazdasági társaságnak, vállalkozásnak nyújtottak segítséget, melynek során a társaságok cégenként 14 és 665 millió forint közötti támogatási összeghez jutottak jogosulatlanul. A bűncselekmény elkövetését szervező két vádlottal, azaz a házastársakkal szemben hasonló bűncselekmények miatt büntető eljárás van folyamatban a bíróságon. Egyikük Pécsvárad polgármestere Zádori János. Megkérdeztük a helyieket, mi a véleményük az esetről, bár nem szívesen nyilatkoztak. Hallott a pécsváradi polgármester ügyéről, hogy költségvetési csalással vádolják? Inkább hagyjuk. Inkább nem szeretnék mondani erről véleményt. Nem hallottam, de nem is izgat. Köszönöm szépen. Az első és másodrendű vádlottak akár 15 év börtönbüntetésre is számíthatnak.